Folytatódott a Királykúti Esték, Bakonyi István József Attila Díjas irodalomtörténész méltán névszerű portrébeszélgetés sorozata. A vendég Kozári Ferenc volt, a Székesfehérvári Színház barátok egyik kedvence, aki idestova negyed százada a Vörösmarty Színház tagja. Kozári Ferenc azok közé tartozik, azon kevesek közé, akik nagyon régóta ennek a társadnak tagjai. Most az Ámocki Noé, még Kelemen István, vagy éppen Juhász Illés jut eszembe. Ő 1998-ban került ebbe a színházba, és én azt hiszem az egy legmeghatározóbb egyénisége ennek a társulatnak. A sokoldalúságát szeretném kiemelni, mert ugye azt is tudjuk, hogy a színház mellett sok egyéb dolgot is végez, fiatalokkal foglalkozik, úszodája van, ahol a legkisebb gyerekek lubickolhatnak a vízben. A hangulatos diskurzusban a színház mellett természetesen szó esett a színművészetről, az előadásokról, a közönség ugyanakkor megismerhette Kozári Ferenc pedagógusi vénájának kibontakozását, illetve a méltán népszerű úszásoktatói tevékenységének indítatását is. Azt mondta az István, aki tulajdonképpen már azóta tulajdonképpen barátomnak mondhatom, mióta ide szerződtem, hogy még a születésemre is rá fog kérdezni, hogy milyen súllyal születtem, úgyhogy mindent fölraktam a tálcára, hogy mi az, amit kérdezhet, de mivel nincs semmi titkom, ezért bátran állok minden kérdés elé. A bensőséges hangulatú estén újra bebizonyosodott, hogy a nagyívű emberi utakról, a múlt csodáiról, a jelen történéseiről és a mélységesen emberi jövőről, a fogyó időről, a mulandóságról, a megőrzendő szépségről is lehet nemes egyszerűséggel, pátosztól mentesen beszélgetni.